Na, sziasztok, én Oxi Foxi vagyok, és itt vagyunk a R2.0 következő részében. Mégpedig ebben a részben igazából nem tudom, hogy mi lesz. Mert ugye mondtam nektek, hogy én anélkül nem akarok fejlődni, hogy ti nem látjátok, és nem tudom, hogy a előző részben pontosan elmondtam-e nektek, hogy mi történt, de fejlődtem egy pár szintet, most 11-es vagyok. Mert így ö, fát vágtam, kisebb állatokat öltem, ettem folyton, meg ilyesmik. És az a lényeg, hogy ö, hogy nekem most én jelenleg, nem, f, jelenleg megcsináltam, hogy a fadolgokat tudjam csinálni, szóval ezt a részt a házamnak már egy kicsit át tudnám alakítani. És a másik új dolog, ami történt, leszpónolt ahhoz a úthoz egy ilyen kar, nagy karmú dínó. Én azért nem, nem, nem próbálom kimondani annak a dínónak a nevét, mert az egy kicsikét nem könnyű nekem. Szóval, ja. Ja, és nem mentem el a halálomhoz, mert, mert igazából nem akarok. Van nálunk-e némi kaja? mely éhes a karakter. Van nálunk Bogyesz. Jó, most ez egy pici ideig elég lesz. Azon is gondolkodok, hogy lehet, hogy megpróbálnék egy paraszoló vagyis egy parát megszelidíteni, bár nem tudom, hogy minek. Mert azon kívül, hogy nem sokára tudom a nyerget hozzá Aktiválni, vagy megtanulni, vagy hogy lehet ezt mondani ah Ja tényleg! Jaj, de buta vagyok Ebben a részben ki akartam nyitni a chestet, mert 11-es lettem Tényleg Ezt megcsinálhatnánk Csak nem tudom milyen veszélyes díjnot jelzett most a közelünkbe Ezt még gyorsan itt megölöm Meg kell a husi így Ja, szóval igazából Ha úgy veszük ebbe a részbe Azt terveztem, hogy ezt a ládát itt kinyitom Opá Milyen gyorsan kinyitódott Üm, Hát ez így kézírás én Nem tudom elolvasni És itt tudom megnézni Tititititi Igazából nem sok mindent tudok tudnék nektek innen lefordítani. Az a, az a lényeg igazából ebbe szerintem, így ránézésre, hogy ez így a gyógyítással kapcsolatos dolog. Um. Uh -huh. Hát igazából ez a nót nekem annyira nem érdekes, de... Ja, és megint éhes a karakterünk. Jaj, de jó. Ja, szóval azon gondolkodok, hogy lehet, hogy egy para. Jaj, nagyon laggolom. Erre sokat dinó. Vagy nem tudom. Na. A másik dolog, amit akarok, akarok egyébként elérni, nem tudom, hát még kell egy kicsi ahhoz, hogy levelápozzunk, de én el akarok majd indítani valami bogyófarmot. Igazából, ha lenne elég pontom, akkor már a small-tól vagy mi ez, meg tudnám csinálni, csak jelenleg annyira nem fontos. Egyébként tudnám a Parasaurolophus... Parasaurus, mindegy. Itt rövidítve van, egyébként. Na szóval tudnám a nyerget hozzá aktiválni. Én így mondom, egyébként ezt tanulásnak hívják ebbe a játékba. De én inkább a pontokat hasznosabb dolgokra akarom költeni jelenleg. Például majd én ezt a, amit mondtam nektek, hogy így a egész környéket ki akarom tüskézni, hogy ne jöjjenek raptorok ide, vagy ilyesmi. Azt meg akarom csinálni. Meg a, igazából én az összes facucot meg akarom csinálni, bár nem tudom, hogy ez mennyire lényeges. Mert ha megnyílik nekünk a cucca, akkor utána a facucokat fogjuk izélni. Az lenne a jó, ha találnék legalább kettő kristályt, hogy tudjak ilyen izét csinálni. Szerintétek megtámad az, a, aminek felszedem a tojását? Ez szerintem annak a kicsi... Ó, oh, ovi raptor tojás, oké. Okay. Közben megint tenni kell. Valami támad. LOL NEMAR! Oviraptor. Én meg fogom ölni ezt a Oviraptort. Engem az nem érdekel. Hmm. Szóval. Én megölöm azt a az Oviraptort. Hát engem ne íz éljen itt. Gyere vissza! Most menekülni fog tőlem. <laughs> az a baj, hogy a az oviraptorok azok marha gyorsak egyébként. Ah, <laughs> inkább nem. <laughs> Jó van, inkább hagyjuk. Inkább főszedem a cuccokat, mert... <laughs> Már annyira lényeges cuccok azért nincsenek, de... Pirányák miatt nem nagyon érdemes nekem ezt csinálni. Ú, mennyi bogár van arra, azok remélem nem ide jönnek. No. Elkezdhetnénk egyébként átalakítani a házat fává, bár... Um... Még pontosan nem tudom, hogy hogy akarom a házat, szóval így véglegesen. Szóval, hogy hogy fog kinézni teljesen. Az, abba biztos vagyok, hogy ezt a nagy kilátást, ezt mindenképp meg akarom hagyni, mert nézzétek, ha így teljesen a hátra állok, akkor olyan, mintha egy nagy, nagy tévét néznék, vagy ilyesmi. És ez nekem egy kicsi tetszik, szóval ezt, ezt nem akarom itt elrontani. Ja, és azt hiszem azt mondtam, hogy két emeletesre akarom a házat, hát szerintem ez így is lesz. Itt alulra fogom tenni szerintem az összes szekrényt, meg az összes olyan dolgot, ami úgy gyorsan kell csinálni, szóval ilyen kraftolós, meg ilyen cuckomboságok. És szerintem fölülre fogom majd rakni a sütőt, a, a cooking potot, meg az ilyesmiket. Amiket mondjuk nem használok, öm, amiknek nem kell olyan gyors dolog. Szóval, hogy nem, úgy értem, hogy gyors dolog, hogy tudjátok, bejövök, és akkor gyorsan ezt, azt, azt, összeszedem, és akkor megyek is el. Azok a dolgok lesznek itt lent. Na mindegy. Hát öm, végül is nem. Az a baj, hogy igazából még nagyon nem tudunk a második emelettel mit kezdeni, mert nekem ahhoz a, lép a lépcsőt, azt me meg kéne tanulnom. A csiga lépcsőt, vagy, a... vagy akár ezt itt. Várj, a csiga lépcső az 14-es szintű, hát nem tudom. Hát majd meglátjuk. Az mindenképp, hogy szeretnék ilyen normális lépcsőt ide a házba még nem tudom, hogy pontosan hova teszem, mert ez a ház, ez páros számú, szóval azt hiszem minden oldala, ja, páros, gondolom. Igen. Hát ez kb. olyan 4 x es szóval így a, fal szempont, a falak szempontjából 4 x es ja. És... Hát szerintem valamelyik sarokban lesz a lépcső, mondjuk Tegyük fel ebbe a sarokba, és akkor valahogy így föl fog menni. Még a tető, meg az ilyenek nem tudom, hogy lesz, de lehet, hogy majd nézek az in lehet, hogy nézek majd google vagy ilyesmi, vagy videókból ötleteket, hogy hogy lehetne egy szép kis házacskát csinálni. Én igazából nem vagyok olyan, nem vagyok olyan, aki túl sok időt szeret ebbe ezekbe a dolgokba szállni. Én az árkban olyan vagyok, hogy inkább én szeretek felfedezni dolgokat, meg sokat járkálni, meg, meg, megnézni, meg megnézni, hogy bizonyos dínok hol élnek, meg mennyi van belőlük azon a környéken. Szóval ilyen felfedezős dolgokat szeretek itt az árkban csinálni. Annyira építkezni nem, mert ha tényleg el tudunk indulni, kalandozni majd, szóval ki tudunk szabadulni innen, Anélkül, hogy meghalljunk gyorsan, akkor öh, akkor valószínűleg, öh, akkor valószínűleg többet leszek öh, a paradicsomon kívül, mint belül, szóval. Ja. Szóval ezért nem akarok valami nagyon szép házat csinálni, csak valami kényelmeset inkább úgy mondom. Na mo Hát igazából elkezdhetnénk egy kicsi fát farmolni, csak kéne kraftolnom. Ó, van egy baltám, oké. Okay. E, igazából azt is, csinálhatnom, azt is csinálhatnám néha, hogy, hogy egyszerűen csak megjavítom. Egyébként csináltam egy bovot, mert arra gondoltam, hogy ez hasznos fegyver lenne, mert azért csak többet sebez, mint ha... Csak többet és messzebbre tudok vele, szóval többet sebez, és messzebbre tudok vele lőni, mint mondjuk közelről ütögetni. Mondjuk a raptorok ellen a nyíl, az talán jobb, mint a semmi. És ja? Én egyébként azt is tervezem, vagy arra is gondoltam, hogy majd egy olyan karmos meg megszeretnék, majd valamikor szelidíteni, mert azok eléggé hasznos dinók, nem csak azért, mert igen erősek, hanem azért is, mert... Mert, ja. Ez nem ugyan... Nem, ez nem ugyanaz a Oviraptor. Egyébként meglepődtem, hogy a én környékemre igen gyakran spónanak a Oviraptorok. Csak azt nem bírom, hogy folyton megijednek tőlem. Szóval, ha nem lopom el a tojásukat, akkor folyton megijednek tőlem. De én ezt nem gondoltam, hogy a Oviraptor az ilyen agresszív. Mert van egy pár dino, ami, amik, hogy mondjam, nem támadnak meg. Szóval például a para, az nem támad meg sose. Akkor ezek a kisebb dínók se nagyon. Például a dodók se támadnak meg. Bár nekem néha úgy tűnik, mintha meg akarnának támadni. Amikor elkezdem őket ütni, de ja. Most ott látok a kapunál kettő dodot. Szóval le lehet, hogy le kéne szedni. Lehet. Megnézem, hogy mennyi facuccot tudok jelenleg kraftolni, mert szerintem sem mert így, hogy meghaltam. Azt nézem, hogy mennyi fa kell a bizonyos dolgoknak, hát öm, ezeknek a, ennek a alsó cuccnak 80 kell, a tetőnek 60, a, a falnak meg 40. Nem értem, hogy a miért a falnak kell a legkevesebb, de igazából fánk az van valamennyi, csak izékkelnek, ez a karmos díno miért jön egyre közelebb a házamhoz? Na. Meg egyébként nézzük, adhattok nekem tippeket, mert ha majd tudok cooking potot csinálni, akkor el akarom kezdeni ezt a... egyik projektet a játékban, mégpedig ezt a kibül projektet, amit a... Említettem a egyik régebbi részemben, hogy szeretném megtanulni, hogy hogy, me hogy, is megy ez a kibülözés. Szóval tudjátok, hogy kell egy tojás, és mindegyik kibülnek van egy különböző receptje, és akkor... és akkor, ha azt odaadod a el elájult dinónak, akkor gyorsabban tudod, vagy jobban meg tudod szelidíteni. És én ezt meg akarom csinálni, mert, um, mert igazából így simán ilyen, ilyen sima hússal nem sok dinót, hát ilyen kisebb dinókat lehet igazán megszelidíteni. A raptort, a kaproszokúzt, akkor a... én um, most gondolkodok, hogy milyen húsevő dinó van még, amit így meg lehet hú... hú sima hússal könnyedén szelidíteni. A kopikat, azokat, azokat is lehet szerintem, de azokat ig nem érdemes megszelidíteni, mert kevés életük van, és nagyon picikék, és ja. Na, most meg... Egyébként nem értem, hogy a bogarakat miért jelzi veszélyesnek. Na most tudok egy darab falat csinálni, jej Kell nekem fíbe is. Hmm. Ja. Szóval, ja, és egyébként akartam mondani, hogy a ilyen dolgokat, amiket most jelenleg csinálok, ilyeneket nem szeretek videóra fölvenni, mert az ilyeneket vagy fel kell speedelnem, vagy ki kell hagynom, mert ezek tényleg sokáig tartanak. Most azon gondolkodok, hogy az a dipló, akit ott láttam, Akit a lájda kinyitáskor is láttam, hogy itt jár kell. Lehet, hogy megpróbálnám így elállítani, de nem tudom hányos szintű. Mert ha nagyon nagy szintű, akkor nem érdemes neki mennem. Most jelenleg csak Fibét, meg Bogyit szedek. Rengeteg ilyen kicsi páfrány van, vagy mi. Na, tudtam, hogy ilyen... Egyébként nem tudom, hogy mi miért... A... hogy mondják, ezt a csúzlit, azt miért... miért csináltam meg? Vagyis miért tanultam meg? Nem tudom. De lehet, hogy lekraftolok egyet. És ez helyére beteszem. Bár csak 20 darab kő van, amit tudnék vele dobni. De, hmm. <laughs> ja, érdekes. Kipróbálok valamit ebből a csúzlival, ha már van nekünk. A diplót megpróbálom lőni vele. Ez nagyon nagy szintű. <laughs> Ez el fog tartani egy darabig. Jaj, pont eltalált. Pont belementem a köpésébe egyébként. Nem is arra köpöttem, erre elindultam. De <laughs> engem igazából nagyon nem érdekel, hogy. Háj. Uh, Csak arra gondoltam, hogy lehet, hogy megszel idő, bár ezt akkor érdemes lehet, hogy. A <laughs> Két raptor van a paradicsomban. Ehm. Így nagyon nem tudok mozogni majd, vagyis oda le nem tudok menni majd. Jaj, de jó lesz. Akkor valahogy ki kell mennem oda föl, és ott szedni a dolgokat. Hm. De ha megszalítenék egy parát, akkor se járok jobban, mert ezek megölik a parát. Bár ha a hosszú karmú dinó nekik megy, akkor lehet, hogy megöli őket. Azt meg akarom nézni. Jaj ne, jaj ne, jaj ne. Néha utálom, hogy így laggolok. Egyébként ez a laggolás és szerintem azért van, mert ha be van kapcsolva az internetem, be van állítva az internetem, akkor lehet, hogy interneten kereszt, internettel összeköttetésben van a világom, és mivel a internetem nem mindig valami jó, azért néha lehet, hogy laggolok. Bár néha bár néha akkor is szoktam laggolni, amikor um, nem vagyok net közelbe. Csak most olyan jó, mert itt van ez a két raptor, ott ahol nem akartam, hogy legyenek, és most nem tudom, hogy mit csináljak. Most megpróbálom a raptoroktól távol tartani magamat. Mert nehogy. Ah! Mert nehogy ne, a raptorok is száz valamennyiek legyenek, és akkor az. Ez nem lesz jó. Bár örültem bár volna neki, neki, ha a hosszú karmú ne, raptoroknak neki megy, de sajnos nem így alakult. De az a dipló az neki megy a karmosnak. Igen. <laughs> hát, az bebukta. Végül is ez a karmos, ez nem olyan rossz, mert um, oké, okay, hogy rám veszélyes, mert igen erős, vagy ilyesmi, de annyira nem rossz, hogy itt megvédi a környéket, vagy egy kicsit lejjebb csökkenti a húsevő mennyiséget. Ó! Oh. Ja igen, itt haltam meg a diplótól. Itt van egy diplóeg is. Jaj. Szerintem az a dipló egy nőstény volt, bár nem figyeltem meg. Most azt nézem, hogy a raptorok hol vannak, de már látom. Most egy ilyen vörösebb raptor van ott, meg a zöld. Az is lehet, hogy ez egy hím, meg egy nőstény, vagy, vagy kettő hím, e, nem tudom most én azon vagyok, hogy reménykedem, hogy a hosszú karmú ellátja az én munkámat, és valahogy, és majd neki megy a raptoroknak egyszer, nem pedig nekem. Én szerintem ezt a részt abba hagyom, mert most semmi érdekeset nem tudok csinálni, azon kívül, hogy a raptorok elől próbálok bujkálni, meg ilyenek. Nem, én igazából nekik mennék, ha tudnám hányos szintűek. Szóval, ha hogyha olyan 30-20 körül vannak, szóval egy ilyen kisebb szinten, akkor nekik megyek, de... Nem már! A teknős az megölte a raptort. De van egy másik. Ezt én tudom. A raptorok szoktak dobni cuccot. De most, ha az a raptor nekem megy, akit érzéke veszélyes dinónak, akkor lehet, hogy meg, megpróbálom megoldani, hogy, hogy neki menjen a hosszú karmuna. Jaj, ne! Nem így, nem, nem most éjszaka gondoltam. Jaj, most ez is nekem jön, nem? <laughs> Jó, meg fogok halni, de legalább hazamegyek. <laughs> Úgy mond. Én nem akartam őt bántani. Én csak azt akartam, hogy a raptornak neki menjen. <laughs> vagy a raptor menjen neki, vagy. nem tudom. Még... Jó, nem tudtam egy pár másodpercig hazamenni. Akkor lehet, hogy jobb lenne ha aludnánk, bár ó, de sötét van. Azt a mindenit. Nem tudom, hogy ti mennyire látjátok sötétnek ez, de nekem nagyon sötét van. És ott van, ahol meghaltam. Most ez nem világít olyan nagyon, vagy nem lő ki ilyen sugarat, ahol meghaltam. Nem ilyen kis, pup, ilyen kis, nem tudom, fényeffekt. Ja, most fúlom vagyok, oké. Okay. Ja, mert ha meghalok, akkor furra megy a husimmi. Oké. Okay. Most legalább nem éjszaka fogok tőletek elköszönni. Na, én szerintem el is köszönök tőletek. Én Oxifoxi voltam, találkozunk a következő részben is, amiben már remélem nem lesznek raptorok, és tudok és el tudom kezdeni a tüske kerítést csinálni. Na, sziasztok! Hú!